Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit innen Gyula vasútállomásról. Szóval a felvétel épület, és ami most a videó témája lesz, az a egykori gyulai gazdasági vasút, ami innen indult. Illetve kicsivel arrébb a rakodóról, de addig most nem fogok elmenni. És itt a Békesugár úton ment tovább, egészen Gyulavári fele. Volt mi megállója. Törvényszék néven az valószínűleg a mostani börtönnél volt. Meg a gyulai kórháznál volt egy kórház megálló. Annak viszont még megvan az épülete, és még előtte még lennie kéne egy emléktáblának, mert azt is megpróbálják megkeresni. És utána a magyar oldalon Dénes-Majorig lehet elmenni, hogyha a határátkelő nyitva van, akkor viszont Simonyi falváig is. Hát hogyha addig nem is jutunk el, de valameddig csak sikerül. És akkor arról is lesz majd videó. Kisvasútról röviden annyit, hogy 1906. decemberében indult meg a forgalom, és 1944-ig működött. Utána nem sokkal felisztették a sineket. És egyébként a trianoni határ ketté vágta 1920-ban, és a romániai oldalon már jóval korábban felszették, 1925-ben már nem volt meg. De pontos időpont nincsen, hogy mikor rendelték el a felbontását, de építettek 1925-ben. Ott Arad meg Nagyvárad között egy vasútvonalat, és annak útjában volt, és ezért is bontották fel nagyon gyorsan. És itt a Békesugár úton megyünk majd tovább, egyébként itt ment a körülbelül az út szélén, és így innen fordult rá. És innen ment egyenesen a körforgalomig, és utána egy kisebb ível a kórház mellett mögött. És akkor errefele fogom majd tovább menni, ismét autóval. Tani sofőr lassan megtalálja a Békesugár utat. Meg bizony. Mindig jönnek. Valahol itt ment a kisvasút, ezen az oldalon. A jobb oldalon? Igen, úgy tudom, jobb oldalon ment. És egy kilométerre volt a törvényszék megálló, hát az valószínűleg a majd ott a börtön környékén lesz. De hát itt már sok nyoma nincsen, mert 1944 után szerintem egy éven belül itt már felszedtek mindent. Ha meghagyják itt a sineket, akkor nincs kétsávos út. Az még elfért volna, parkolósáv, az már nem. És akkor ott a Kossuth tér környékén van egy emléktábla, azt kell megtalálni. Hát akkor nem tudom, hol lehet megállni, lehet, hogy ott az énél kéne. Itt a parkolóban a körforgalom előtt. Itt lehetett valahol szerintem egy megállója a börtön előtt. Ez a börtön? Ez nem a börtön. Hát nem az a bíróság, de itt van mellette a börtön is valahol. Megérkeztünk a művelődési házhoz. Igen, itt még mindig egyenesen ment. Most innentől kezdve már nagyon nehéz lesz parkolni. De ott a hamburgeresnél van egy parkoló, ott megállhatunk, és akkor addig... Ez a találsz helyet? Hát ott találok, és akkor az emléktáblát azt még megkereshetjük. Utána ott a kórháznál is valahol csak meg lehet állni. Hát, igen, de ezek már erre fizető parkolók. Nem, majd majd gyorsak leszünk, nem állunk sokáig. Jó. Ha én a kocsiba varadok, akkor az nem parkolás. Akkor nem parkolás, csak várakozás. Hát akár gyorsan arrébb megyünk. Nem időzünk sokáig. Körforgalom. Igen, és itt ez lesz az. Akkor most itt ide bejövök, és akkor reménykedünk, hogy meg tudunk itt állni valahol. Okay. És akkor csak keveset. Itt van, és itt van, itt errefele tovább, és itt az Y-nál van. És mi most hol vagyunk? És úgyis arra kell menni itt. Mi most itt vagyunk ebbe a parkolóba. És akkor Gyula, Kossuth tér megálló. Kisvasút itt jött, ugye a biciklót mellett, és itt errefele fordult, és itt van egy emlékműve. Két sínszál, 1896 Diósgyőn, és itt van az emléktábla is. Igen, emléktábla. Emléksín. Itt van, bizony, és emléksín is van.
Bizony, és itt ment tovább. Hát nagyjából a bicikliút mentén ment, és a következő az a kórház megálló lesz. Még előtte volt egy Komló megálló, Törvényszék meg Kossuth tér között. Hát azt nem lehet már kitalálni, hogy hol volt. A következő az a kórház megálló lesz. Kórház megálló, és itt még megvan az épület, ez az. És arrafele még volt egy iparvágány is, majd megpróbáljuk azt is megkeresni. És a kisvasút itt már a másik oldalt jött. Tudom, hogy ott körülbelül a bicikli út helyén jöhetett. És hát igen, ez itt szemben meg már a kórház. És itt van a állomás épülete, és itt ment tovább a vasút a bicikli út helyén. Tehát akkor Brassói utca vége, Gyula, és itt. Hát az út elkanyarodik, a vasút itt jött. És itt egyenesen ott a szemben lévő épület van pont arra, gyakorlatilag az épület sarkán, és így átlósan keresztül. És egészen a Paradicsom kertig, itt a Galbás kerti megálló, ez valahol vissza volt. Hát nem lehet már pontosan megmondani, de valahol. Ugye szerintem, hogy ilyen 200-300 méterre odébb. És majd a következő Paradicsom kert lesz, az már a határhoz közel. Hogy itt vagyunk a Paradicsom utcában, és a Paradicsom major megálló az itt lehetett valahol, egy kicsivel vissza, mert itt jött a kisvasút, itt átment a... Itt a horgásztavak fele átment, és utána ment a határátkelő fele. Hát csak itt ez bizonytalan, hogy ezt lehet-e követni, vagy sem. És akkor itt vagyunk közben, itt vagyunk a nyomvonalon, és arrafele van a mostani gyulai határátkelő, és még előtte fordult el itt egy évben a Fekete Körösre, ahol a Körös híd az még most is megvan, az lesz majd a következő állomás. Szóval, és hát innen jönne, csak hát innen már nem látszik a gasztól, de most állunk a nyomvonalon. Na, és akkor ezt nézzétek, ez a legnagyobb megmaradt emléktárgya a kisvasútnak. Hát, amikor jó ára volt a vastag, valószínűleg akkor vitték el a többit. Ennyi. És itt maradt a réhet. Ja, nem lehet erre már rámenni, mert gyalogos éve meg tiszta rozsda az egész, de ez megmaradt, itt jött át a kisvasút, és egyenesen tovább ment arra. Nézzük. Nézzük meg. Hát, tudod, hogy is van egy kerítés? Valószínűleg a vasra rá lehet épp, hát itt vannak még a talpfák is. Na, így néz ki a híd, csak hogy mutassam, és még dupla kerítés is van, de azt is valaki szedte, és ott valami kasz kinőtt a sineken, igen, megvan. És ott még megvan a vágány, hát nem sok maradt belőle. Igen, ez volt a kis vasút nyomvonala, most meg egy szarút, igen. És majd ott a kanyar után lesz a Kisvasút utca. Csak meg lett az erdőbe mászkálás, pedig most nem számítottam erre, hogy lesz. Szerintem szegény méz is. Hát egy autóval úgy se jártunk erre. Szegény de aztán mindjárt kijövünk, és akkor itt. Itt most rá az izét a... Értem, hogy miért mosol autót minden itt. Ilyen túra után. Ha? Igen, majd holnap elviszem lemosni. Nézzék a kell, és ez már a Kisvasút utca. Ez már az? Igen. Biztos, hogy benne? Biztos. És akkor itt erre tovább. Most hagytuk el Gyulavárit, és itt ment valahol mellettünk a kisvasút. Egyenesen Dénes Majorig, és Dénes Majornál meg majd az állomás épület lesz ott, azt majd mondom, hogy hol van. Úgyis nagy vágyam volt egyszer elmenni Dénes Majorba. Ott van a kisvasút töltése, azt hiszem ennyi maradt belőle. És akkor itt vagyunk közben Dénes Majornál. Ez ott az egykori állomás épület, de majd megmutatom távolról is. Hát jelenleg bolt, kocsma és közösségi ház is egyben, és itt van egy kisvasúti betonaj. Ez egy újabb nyom, egyébként a... Van egy sínszál, és már azt is meg fogom mutatni. Itt az egyik korlát az sínszálból van, de ez egy kisvasúti betonaj, még ez is egy síknyom, és
ez volt az utcafront felőli rész. Nem is erről, van egy régi képem is, majd bevágom ide. És valószínűleg ez az épület nem az eredeti, tehát valószínűleg toldottak hozzá. Tehát valószínűleg az a hátsó rész az toldás volt. És akkor egy kis pontosítás. A vágányok azon az oldalon voltak, ez volt az utcafront. És itt még van két betona itt is, összesen három kisvasúti betona itt. Eddig. És még itt lehet, hogy van több is. És még ennyi maradt a kisvasútból. Itt egy kisvasút is inszál a korlát. És akkor nézzük meg az álmás épületet a vágányok felől, ugye a másik oldalról. Itt voltak a vágányok, és így ment tovább. Talán a fele itt nagyjából az út mellett, majd a határátkelő előtt még talán vasúti töltés is látszik, hogyha jól vettem ki a Google Maps-en. És közvetlenül a határ után, hogyha át lehet most menni. Már valószínűleg elég sokan jönnek arrafelé, úgyhogy szerintem itt vannak is határátkelő, úgyhogy ez menni fog. Akkor még ott van egy heat pillér is, ami megmaradt. Na és akkor nézzétek, itt van egy telefonfülke, és ezt Trikálinak úgy mutatom, hogy itt is van telefonfülke, csak de látja, nem hiszem, az előbb megpróbáltam a telefonszámot felhívni, és hát nem csörgött, viszont ilyen vonal az élő. Hát de. Szóval már nem működik. De itt is vannak telefonfülkék. Simonyi falva, végállomás. Itt van az emlékhely. Két kandeláber, egy térkép, és én mutatom, itt van ez a kép, ezt majd megpróbálom a videóba is bevágni, és majd megpróbálok ugyanoda beállni, ahol ezt képezték, mert egyébként itt megvan minden. Tehát most itt vagyunk, és egyébként itt még tovább mentek a sinek, egészen a falu határáig ott volt a fordítókorong. De innen már csak egy kihúzó vágány ment. És akkor beállunk ide a kisvasúton vonalára. Nagyjából itt az út, ugye, hogy a képen is látszott, hogy itt a járda meg az út között ment, itt, és ez volt az az épület, ugye a községház, ami a képen van. Hát már jelentősen átalakítva, de ez az az épület. És a háttérben ez a templom is látszott. Tehát ez alapján be lehet azonosítani. Minket elmindjárt csinálok egy képet is, mert ez egy szépen felújított templom. És itt van a templom, ha megmutassam ezt is. Épület, út, vasút, járda, templom. Csak nem sikerül belefoglalni az egészet egy képbe, de innen a legjobb. Csak most így gyorsan, mert az út szélén állok. Vagy inkább már az úton. És akkor megmutatom még itt az egykori végállomást a másik oldalról is. És hát igen, itt például az autó már a vágánytengelyben lenne. És akkor majd innen még menni kell vadász fele is, sőt még itt vadász meg Simonyi falva között is voltak megállóhelyek. Például a szala megállóhely helyét azt még egész jó be lehetett lőni. Úgyhogy szerintem az még meg lesz visszafele. Mutatni, hogy Simonyi falva, és itt ment végig a kisvasút ezen az oldalon, és volt egy piasztér megállóval valahol, hát egy kilométeren belül. Nem tudom, hogy pont egy kilométernél, csak ugye egynél kevesebbet nem tudnak a menetrendkönyvbe kiírni. Úgyhogy minden egy kilométeren belül van. Meg ahol vadász előtt lesz egy kanyar az úton, ott volt szala. Szala az meg valahol itt volt ezen a környéken. Itt a... Az most már vadász, nem? A következő vadász lesz. Ez volt az állomás épület vadászon. Itt az utcafront része a vágányok a túloldalt voltak, csak hát ott most nem fogunk videózni, mert veszélyes elemek vannak. Ez még megy valahova. Ez a régi porcelán szigetelő.
Telefonfülke, hát nem üzemel. Na, Rikári, ezt a telefonfülkét nézd meg, vagyis hát ez utcai telefont. Semmi. Hát telefonkagyló nélkül is lehet telefonálni. Sem van, vagy... Még itt vadászhatállában, töltésmaradvány is van. És akkor, ahogy látjátok, Bélzerént megállónál vagyunk, illetve úgy tudom, ez megállórakodó hely volt, itt jöttek a sinek erre, és itt ment tovább Fekete Gyarmat fele, és itt volt ez ami megmaradt még a kisvasútból, ez az esőbe álló. Hát igen, maga a falu az innen kb. 3 km arra fele van, és innek viszont itt mentek még egy darabig. Majd ott Tőzeg Miske fele hagyja el valahol a közutat, és utána ott egy másik hídon megy át azon a folyón. Hát így néz ki belülről. Egy-két közérdekű közlemény az fel van írva a falra is. Valaki szeret valakit, minden szalománul. De ahhoz képest nincs ez nagyon összefirkálva, ez a fal teljesen üres. A másik is üres. Nem látszik. És... erre fele ment tovább a vasút. És akkor itt vagyunk, útszélén, és itt ment tovább a kis vasút, arra a villanypózna fele. Itt hagyta el a közutat. És hát innen nem lehet már tovább követni, mert semmilyen út nincsen. Tehát a következő az az lesz, hogy Tőzs Miskénél a legszélső utcába bemenve, ott el lehet menni a folyópartig, és hát ha marad, van hídmaradvány. Tőzs Miske atalába, és a télkép szerint itt kellett átmenni a kis vonatnak, hát... Vagy inkább ott, és azon az utcán ment végig, és valahol itt volt az állomás is, de azt már nem lehet kiteríteni, hogy melyik volt. Tehát valószínűleg itt jött a vasút, és ott, ahol ez a töltés elkanyadodik, ott ment át a folyón, arra a villanyvezetékek fele. És utána úgy fordult az út fele, ahol jöttünk mellette. Ne, semmi, tehát semmi nyoma nincs a hídnak. És itt lehetett valahol a híd, de hát... ennek már semmi nyoma. Tehát ott átment a hídon, és akkor a közút fele. Ez pedig egyértelműen a vasúti töltés volt itt. És akkor itt vagyunk a Nagyzerindi vasútállomáson. Látjátok, három vágányos vasút, és ami miatt ez nekünk érdekes, hogy mikor ez megépült, akkor keresztezte a kis vasutat, és emiatt is meg kellett szüntetni. Ott valahol ott egy olyan 4-500 méterre, USAC-ra. Ott lehetett az, ahol ténylegesen a két vasútvonal keresztezte egymást, de addig most nem tudunk elmenni. Hát véletlenül ezt a vágányt nem használják. Ja, és itt van az állomás menetrendje, hát nyitok, hát olyan Temesvárra el lehet menni, Aradra, Nagyváradra, és 15-26 jön a következő vonat, hát azt nem fogjuk megvárni, az több mint 2 óra. És ez itt a váróterem. Ja, igen, ez még az első hullámba rakadták ide szerintem, ez a... minden második székre szabad ülni. Van egy pár szék, aminek már támlája sincsen. És itt van a jegypénztár, mellette a forgalmi iroda. Már úgy tűnik, mintha lenne forgalmi szolgálat. És igen, és ezt a vasútvonalat egyébként Nagyvárad, meg Adat között 1925-ben építették. És pont azért, mert a trianoni határok miatt itt nem volt közvetlen összeköttetés a két város között, és ezért volt szükség erre a vasútvonalra. Hagyományos Newton vizes blokk. De itt még vécés része sincsen, minek az. De van az a vezeték, már nem megy sehova belőle. Összkomfortos budi, szellőzés a tetőn, és még TV antenna is van. Nagyzerindnek vagyunk a határába, és erről jött a vasút. De nem tudom, hogy ez az út meddig tart, mert ezt az utat, ez nem semmi. Azt mondta a kamera, hogy no entry. No entry, vagy szerintem azt, hogy ne menj arra. Na, ne menj erre, jó. Jó, már nem megyek arra. Tehát... na, hát rám szóltak a térfigyelő kamerából. Hogy arra fel nem lehet menni. De behajtani tilos nincsen. Meg semmi, nincs behajtani tilos, csak egy 10 tonnás korlátozó tábla.
De valószínűleg csak addig tart, ameddig ott a villanyvezeték van ez az út, és utána úgyse lehet követni a vasutat, tehát most minek menjünk be. És mi ez a továbbnéző? Nem tudom, azt inkább ne próbáljuk ki. Én még ilyet nem is láttam. És erre fele ment a vasút, de majd mi is arra megyünk. És angolul mondja. Private land, no entry. Private land, no entry. Tehát lehet, hogy azt mondja, hogy private land, no entry. Igen. Nem. Csak érdekesen. Felvett hang. Private land, no entry. Private land, no entry. És mozgásérzékelős, de nem figyeli el senki, csak hogyha valaki bemászik a hatósugárba, akkor mondja. Hát csak hogyha ez ilyen izét, akkor még ki kéne tenni egy magánúttáblát, egy behajtani tilos, egy sorompót, vagy egy negyen erre, mert lelövünk, vagy bármit. Szerintem ezen a hídon ment át a kisvasút is. És itt a vasútvonalra épült. Hát persze, hát amikor felszedték, akkor itt maradt a földút a helyén, és akkor azt aszfaltozták le itt egy darabon. Ha itt vagyunk, Nagy Zerinden, a kis vasútvonalán. Hát itt már nem lehet tudni, melyik volt a megálló. Thank you.